kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. A föld pedig kietlen és puszta volt, és sötétség volt a mélység színén. És az Isten szelleme lebegett a vizek felett. És Isten azt mondta, legyen világosság. És lőn világosság. És elvégeztetett az ég és a föld, és azoknak minden serege. És formálta az Úristen az embert a föld porából, és lehelt az orrába életnek leheletét. Isten megteremtette a férfit és a nőt saját képére. És látta Isten, hogy minden, amit teremtett, nagyon jó. Ez a könyv hozzád szól, soha nem múlik el. A történet életre kell. Super Bowl. Superbook, a könyvek könyve. Kezdetben. Joy, szia! Chris Quantum, az apád után kémkedsz? Dehogy is, nem kémkedek. Csak éppen apa már hetek óta valami nagyon titkos dolgon ügyködik. A labor közelébe se enged. Vajon mit titkol előlem? Jaj, ne! Kifagyott az Amfigórium 233, pedig nélkülözhetetlen a találmányomhoz. Van valami, amiben segíthetek, amíg elmész érte? Á, nem. És Krisz, ne feledd, ne menj be a laborba. Világos? Igen, apa. Jó, elmentem. Hé! Hey, apa nyitva hagyta az ajtót. Nézzük meg, hogy minden rendben van-e. Hűha! Ez meg mi? A szkennerem szerint egy hátraszerelhető rakéta, csak épp sokkal kisebb és erősebb, mint a korábbi típusok. Hát, talán nem lenne abból baj, ha csak felpróbálnád esetleg. Krisz, ne csináld! Ne légy engedetlen! Nyugi, Gizmo! Nem lesz baj. Hé! Látod? Semmi gond. Szépen visszatesszük, és... ezt tuti nem tudjuk rendbe tenni, mire apa hazajön. Ami nem értelmezhető számomra, nem te voltál engedetlen az apukáddal? Superbook! Superbook, ez most nem a legalkalmasabb idő, hogy... Elviszlek titeket abba a korba, amikor az engedetlenség elpusztította a világot. Mm.
Giz, hol vagyunk? Nem tudom belőni sem az időt, sem a koordinátákat. Ne féljetek! Nem esik bajotok! Mihálynak hívnak, és a mennyben vagytok. Ez az a tökéletes hely, amit Isten ígért a gyermekeinek. Hát ez elképesztő. Miért szól a trombita? Sajnos azt nem tudom. Én vagyok Isten, legszebb alkotása. Úgy van, jól beszél! És hatalmasabb leszek minden úgy teremtménynél! Van. Ez az! Éljen! Éljen, nagy vezér! Éljen! Támadunk! Éljen! Éljen, Lucifer! Éljen! Éljen! Mi történik? Gyere, Mihály! Szolgálj engem, és részed lesz a diadalban! Vagy örök feleség vár rád! Nem félek tőled, Lucifer! Én az urat szolgálom! Nagy hiba! Nézd is, sem bírom! Vétkeztél az Úr ellen, és ezért örökre száműzünk téged! Segítsetek! Olyan nagy hatalmam van, hogy bőkezően megjutalmazlak titeket! Miként estél alá az égből, ó Lucifer, hajnal fia? Ne! Levágattál a földre. Te, ki népeken tapostál, a sírba szállsz alá,
a pokol gödreinek legmélyére. Miért csinálta ezt? Mert azt hitte, olyan lehet, mint Isten. Most meg hol vagyunk? Ez még mindig a menny. Mi úgy hívjuk, Édenkert. Ádám vagyok. Engem Évának hívnak. Pst! Miért nincs rajtuk ruha? Nem tudom, ez van és kész. Rendben, így jó lesz. Amikor elneveztem minden állatot, ti kimaradtatok. Chris vagyok. Én meg Joy. Én... Ne, várj! Kitalálok valamit. Hívjanak úgy, hogy... Ha segítsek, Gizmo vagyok. Gizmo? Ez tökéletes. Akkor legyen Gizmo. Úgy bizony. Most meg mi? Hűha! Megesz minket! Ő hogy nem evett meg minket? Miért tenni? Mert ezt csinálják a vadállatok. Az Édenkertben nem. Isten csodálatos dolgokat teremtett ide. Gyertek, megmutatjuk! Innen láthatjátok a kert négy nagy folyóját. Á, igen. A Tigris, az Eufrates, a Tíson, meg a Gion. Hát ezt meg honnan tudtad? Hát... Tippeltem. Ó, te, aki teremtetted a világ mindenséget. Hogyan pusztíthatnám el minden munkádat? Apránként, egymás után. A Föld az én új birtokom lesz. Az ötödik incsiklandó Gizmo féle gyümölcs turmixom. Hogy lehet, hogy otthon nem ilyen finom az étel? Tartósítómentes. Isten mindent megadott nekünk itt az Édenben. És addig élvezhetjük, amíg nem eszünk a jó és rossz tudásának fájáról. Az miért lenne probléma? Mert Isten azt mondta. Ő csak a legjobbat akarja nekünk. Így mindent megcsinálunk, amit kér. Mert minden más... Engedetlenség? És Chris, ne feledd, ne menj be a laborba. Igen, engedetlenség. Ez a jó szó. Gyertek, megmutatjuk a kedvenc vízesésünket. Ne aggódj. Ha? Az apád hamar elfelejti az egészet. Ez életem legcsodálatosabb napja. Bár csak itt maradhatnánk örökre. Joy, emlékszel arra az angyalra, akit a mennyben láttunk, a gonoszra? Itt van. A kertben, és változtatni tudja az alakját. Kizár dolog, Chris. Nem emlékszel, hogy beleesett a tűzbe? Csak képzelődsz. Azért én még aggódom.
Csak óvatosan azzal. Ezt hogy érted? Tényleg azt mondta Isten, hogy a kert egy fájáról sem ehettek? A kert fáinak gyümölcseiből ehetünk, csak annak a fának gyümölcséből nem ehetünk, ami a kert közepén van. Isten azt mondta, hogy ahhoz hozzá se érjünk, különben meghalunk. Biztos, hogy nem fogtok meghalni. Isten tudja, hogy amelyik napon esztek róla, megnyílik a szemetek. És olyanok lesztek, mint Isten, jónak és rossznak tudói. Látod? Hozzáértél, és nem haltál meg. Éva, mi a baj? Mindent érzek. De Isten azt mondta, hogy ne... Tudom, Ádám. Tudom. Nagy vihar lesz. Keressük meg Ádámot és Évát. Te! Tudtam! Nem félek tőled! Miért is félnél? Hiszen én csak segíteni akarok, hogy a legtöbbet hozd ki magadból. Figyeljetek csak rá! Engem követtek, mindent megkaptok, amit csak akartok. Ti irányíthatjátok a saját sorsodokat. Nem! Te nem azt akarod, hogy szabadok legyünk. Rabszolgának akarsz minket, hogy téged szolgáljunk. Emberek, olyan egyszerűek. Ádám, hol vagy? Hallottam a hangod a kertben, és megijedtem, mert mesztelen vagyok, és elrejtőztem. Ki mondta neked, hogy mesztelen vagy? Talán ettél arról a fáról, amiről megtiltottam, hogy egyél? Az asszony, akit nekem adtál, ő adott arról a fáról, és úgy ettem. Mit tettél? A kígyó becsapott, és úgy ettem. Mivel, hogy ezt cselekedted, átkozott legyél minden állat és minden mezei vad között. Hasadon csúsz és port egyél életed minden napján. És te meg az asszony és az összes leszármazottja ellenségek lesztek. Az egyik majd a fejedre tapos, te pedig annak sarkát martosod. Ádám, Éva, várjatok meg! Cicus, kis cicám! A szkennerem szerint ez már nem cicus többé! Megsokasítom terhességet, fájdalmait. Fájdalommal szűz gyerekeket, és epekedsz a férjed után.
ő pedig uralkodik te rajtad. Átkozott legyen a föld miattad, arcod verejtékével egyed a kenyeredet, míg visszatérsz a földbe, mert abból vétettél. Mert por vagy te, és ismét porrá leszel. Tettük az Édent. És most mi lesz? A történetnek még korán sincs vége, mert én tudom, mi a tervem veletek, azt mondja az Úr. Békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy jövőt és reménységet adjak nektek. Megkezdődött az uralmam a földön! Ajaj, most mégis mit fogok csinálni? Jaj, ne! Quantum professzor hazaért! Oh, Christopher! Hát ez meg mi? Mégis mi történt itt? Nincs mentségem. Bejöttem a laborba annak ellenére, hogy megtiltottad. Megláttam a rakétát, és... Fiam, ember vagy. És az ember néha nem engedelmes, még akkor sem, ha tudja, hogy ez nem helyes. Apa, ne haragudj. Azért még szeretsz? Én mindig szeretni foglak. De ha valaki engedetlen, annak következményei vannak. A következő hónapban nem mehetsz a barátaiddal gördeszkázni, nem mehetsz moziba. Rendet kell tenned a laborban, veszel egy új lámpát, megjavítod a széket és lemosod az ablakokat. Ne aggódj, Krisz! Egy szempillantás alatt megoldjuk. Gizmo! Jaj, ne! Tessék leszállni! Jaj, tessék leszállni! Életben.
Magyar hangok. Gerő Bence, Pekár Adrien, Szokol Péter, Mihály Győző, Magyar Bálint, Jó Gábor, Várkonyi Andrea, Sipos Eszter, Gubányi György István, Újréti László, Barbinek Péter. Magyar szöveg Szekeres Katalin. Gyártásvezető Bárány Judit. Rendezőasszisztens Király Csaba és Dohi Erika. Szinkronrendező Mészáros Károly.